Újfehértún minden a megyről szól és a gyümölcsből készült ételek és italokról. Így volt ez a negyedik fürtös fesztiválon is. Megyes sütemény, megyes rétes és több mint 10 csapat étele készült szombaton Újfehértún a főzőversenyen. A látogatókat egész nap színpadi produkciók szórakoztatták. A délelőtt folyamán 102 óvodás is fellépett, de volt tánc és kempó bemutató is. A szomszédos országokból és főleg a testvértelepülésekről is egyre népesebb delegáció érkezik a fesztiválra. Idén mintegy 5000 embert vártak. Én úgy gondolom, hogy a múltnak, a múlt értékeinek a megbecsülése nélkül nem létesülhet egy település, hiszen a tradícióra, a múltra kell építeni a jelent, illetve arra kell építeni a jövőt. Én biztos vagyok benne, hogy ezen a területen jó irányba haladunk, és ami nagyon fontos, hogy egyre többen éreznek rá, ha úgy tetszik, ennek a fontosságára, és folyamatosan bővül ennek a lehetősége. Minden évben szerveznek valami újítást a fesztiválra. Idén a múzeum udvarán egy Árpád-kori kertet alakított ki a Keleti Gyepű Egyesület. Felállítottak egy jurtát, az érdeklődők pedig az íjászatot is kipróbálhatták a fürtös fesztiválon. Újfehértón ezen a fürtös fesztiválon is azért vagyunk itt, nem csak azért, mert Újfehértón van a központja a Keleti Gyepűnek, hanem azért, mert újabb lehetőség arra, hogy ezt a kultúrát megmutassuk. Én azt gondolom, hogy minden embernek a magyarsággal kapcsolatos dolgok fontosak. Magyarországon élünk, és nem zárhatjuk le csak annyiban, hogy hát itt élünk, akkor magyarok vagyunk, hanem emlékeznünk kell arra, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk. És a mi feladatunk pontosan ez, hogy ne feledjük, hogy dicső eleink annak idején az első honvédőháború, a pozsonyi csata, az egy nagyon komoly, dicsőséges csata volt a mi számunkra, és egészen addig visszamehetünk a magyarság kultúrájában, én azt gondolom, és akkor mi a képbe jöhetünk, hogy mi ezt képviseljük, ezt szeretnénk megmutatni. Az öltözéken és az életmódon túl a 10. századi gasztronómiát is megismerhették a fesztiválozók, az úgynevezett harcosok eledelét, egy korhű egytálételt készítettek a múzeum udvarán. Piros paprika nélkül készül, sok-sok fűszerrel, háromféle hússal és kölessel. A köles ezután fog belekerülni, gyakorlatilag egy pörkölt alap, nagyon sok-sok hagymával, piros paprika nélkül, sok-sok zöld fűszerrel, lestyánnal, petrezselyemmel, zellerrel, sáfrányos szeklice adja a szép sárga színét, nincsen benne piros paprika. Piros paprika csak csipős, tehát abban a korban csak a csipősek voltak, és legutoljára a köles fog hozzákerülni, ami most itt tázik éppen, mert ezt a gabonánkat elfelejtettük. Ez sokkal finomabb, sokkal tartalmasabb, és kevésbé terheli meg a gyomrunkat, mint például a rizs vagy a bulgur. A múzeum udvarában a helyi termékeket, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár Újfehértúji elemeit is megismerhették a látogatók.